Napról napra egyre nagyobb és nagyobb nyomás nehezedik Szabadkán a Harambasics utcai Covid rendelőre. Az egészségügyi személyzet erején felül teljesít az illetékesek szerint, és egyre kimerültebb. Pár percenként érkeznek újabb páciensek tesztelésre, és ami stábunk tapasztalt, hogy köztük egyre több a fiatal. A Covid rendelőben jelenleg 11 egészségügyi csapat dolgozik, de minden bizonnyal tovább kell növelni az ott szolgálatot teljesítő orvosok és technikusok számát, mondta Ivánka Beokovics. A Szabadkai Egészségház igazgatója hozzátette, több mint 350-en jelentkeznek naponta tesztelésre, ez több, mint eddig bármikor. Prošle nedelje smo zabeležili rekord 2220 pacijenata je bilo. Od toga je bilo 750 pozitivnih. Neverovatno koliko je sad jak i koliko su velike COVID brojke. Istovremeno u respiratornoj dečoj ambulanti imamo 110 zabeleženih samo za prošlu nedelju pozitivne dece. A Szabadkai Egészségház számára ez komoly gondot jelent, mert más orvosi rendelőkből kell újabb egészségügyi csapatokat átcsoportosítani a Covid rendelőbe, tette hozzá az igazgató. Egyre több egészségügyi dolgozó is megbetegszik, vagy családtagjaik miatt kerül karanténba. Ugyanakkor a páciensek egy részét a Covid rendelőből egyenesen a kórházba utalják, mondta Beokovics. Prošle smo uputili 80 pacijenata iz ambulante prošle nedelje i plus 39 pacijenata koje je hitna unela ono sa terena direktno kad nema pacijent još ni vremena da prođe kroz našu ambulantu nego je u toliko zapuštenom stanju COVID da ga odmah nose u bolničku COVID ambulantu. Dr. Gordana Krtinics, a Szabadkai Közkórház járványügyi szakorvosának szavai szerint is extrém súlyos a helyzet. Ni u jednom talasu do sada nismo imali i nismo viđali ovako teške pacijente koji zahtevaju visoke protoke kiseonika sa ogromnom zahvaćenošću plućnog parenhima i sa zaista ozbiljnom kliničkom slikom. Broj prijema i dalje se kreće i u suštini je duplo veći od broja otpusta pacijenata, tako da smo tu recimo juče smo imali 18 primljenih pacijenata, preključe isto 18. Broj pregleda između 80 i 100 svakoga dana. A Szabadkai Közkórházban jelenleg 132 koronavírusos beteget kezelnek, közülük 14-en szorulnak mesterséges lélegeztetésre.